Mai műsorom vendégét tehát úgy mutattam be, hogy egy sokoldalú személyiség, és már is azt hiszem, hogy megismerhettük neki néhány oldalát, azonban ez még nem minden, van neki egy újabb oldala is, amiről majd most fogunk beszélgetni. Ő tulajdonképpen a topolyai, illetve a szabadkai elnézést Topolyán készül ez a beszélgetés, és csak azért botlott meg a nyelvem, tehát a szabadkai városi közlekedésbiztonsági tanácsnak az elnöke is. Tehát akkor most beszélgessünk egy kicsit erről, hogy mit fedez az elnevezés, maga ez a közlekedésbiztonsági tanács mivel foglalkozik. Gondolom, hogy a közlekedés biztonságának a garantálásával. Hát most, amit akarjuk még csinálni, ezt, az lesz a 13 helyen lesz a kamera vagy videonázor. Arról van az, hogy megpróbáljuk, hogy minden szabadkai ember legyen abszolút bezbédan, vagy ne legyen valamilyen lopos, még ne legyen valamilyen problémák. Ott megpróbáljuk, hogy szebb élet legyen, és ha valami lesz, történik, hogy akkor rendőrség jobban, meg könnyebben megfognak a lopókat, meg a ilyesmit. Az Északbácskai körzet területén Szabadka a legnagyobb város, és hát azon kívül ugye, hogy maga a város elég nagy területen fekszik, azon kívül jelentős a tranzitforgalom is, tehát ami tulajdonképpen csak áthalad a városon, és hát ez bizony jócskán feladja a leckét ugye a városi tanácsnak is, gondolom ebből a szempontból. Hogyan tudná meghatározni azokat a kritikus közlekedési pontokat, amik a város területén ma még léteznek, és amik esetleg megoldásra várnak? Hát tudja, most az elég nehéz, de amikor van a kamera, akkor még fogja, ha valamit megcsinálja, és sok mindjárt a rendőrségben van a térfigyelés, akkor mindjárt még fognak. De melyek a város területén azok a kritikus pontok, ahol esetleg javítani lehetne, vagy javítani kellene az áteresztő képességen, vagy vannak-e olyan tervek esetleg, hogy valamilyen kerülő utak, vagy ilyen belső közlekedés rendészet? Elég sok van, azért is mondom, hogy 13 helyen lesz az a kamera, az Palicsi út tudja, hogy már milyen, még a kis utcák van ott, lehet minden elszikni, még a Kelebiára ott is nagyon-nagyon kis utcák van, és akkor megpróbálnak elszökni. Ha jól tudom, és hát majd kijavít, hogyha esetleg nem jól mondom, vagy nem jól tudom, de hogyha jól tudom, akkor a polgári, a civil foglalkozása önnek tulajdonképpen vállalkozó, és az összes említett dolgot, amit itt felsoroltunk, tehát a Zökölvívó Szövetségben, a helyi közösség közgyűlésében, és ebben a közlekedés biztonsági tanácsban is ezt mind csak valamiféle volontőr, vagy ilyen módon fejti ki. Hogyan tudja mindezeket a tevékenységeket összeegyeztetni, és hogyan tud mindenhova odaérni, hogy teljes értékben ugye a saját munkáját hozzátegye? Egész nap dolgozok. Egész nap. Bukfál egész nap. Vannak-e valamiféle érintkezési pontok ezek között a dolgok között? Tehát némileg már fel is fettük, ugye, hogy mindegyikhez egy bizonyos típusú munkahozzáállásra van szükség, tehát olyan szempontból érintkeznek ezek a dolgok egymással, ugye? Igen, nincsen, ami együtt. Lényegében abból a szempontból is rokon tevékenységek ezek az első ránézésre ugye egészen egymástól távolinak tűnő dolgok, hogy ahogyan az országunk halad az Európai Uniós tagság irányába, úgy ugye említettük, hogy vissza kellene szerezni az ökölvívásnak azt a régi fényét, azt a régi hírnevét. Ugyanígy a kommunális problémáknak a megoldása is ugye végeredményben bizonyos szempontból egy Európai Uniós követelmény is, ugyanígy a közlekedés, biztonság is. Önnek mi a véleménye egyébként erről az Európai Uniós közeledésünkről és az Európai Uniós tagságunkról? Jövőbeni tagságunkról természetesen. A Vajdaság meg a Szerbián a helye az Európában. Én szeretném, de az biztos, hogy lesz, az ebből az éve kapjuk az ott tagjelölt státusz. Tagjelölt státusz az Európában, és én azt hiszem, hogy már jövő évre bemegyünk az Európába.
sam reći, zaboravite svaku bol. Cijeli život čekam priliku da pjevam u Beogradu rock'n'roll. Skočite na noge, veliki i mali, plesat ćemo rock'n'roll. Do Beča? Može. Do Zlatibora? Može. A na Crnogorsko primorje? Može i to. I to svakog dana. Putujmo sa Phoenix Toursom. Udobno. Bezbedno. Prijatno. I svakodnevno. Phoenix Tours za vas. 444-622. Amennyiben megkapjuk ezt a bizonyos tagjelölti státuszt, illetve hogyha esetleg néhány éven belül ugye ezt nagy sikernek és nagy megelégedéssel tudnánk elkönyvelni, hogyha elnyernénk a teljes jogú tagságot, az mennyiben segítene úgy az ökölvívás, úgy a bajmoki, tehát a kisbajmoki helyi közösség, úgy pedig a közlekedés biztonsági tanács szempontjából? Ha nagyon-nagyon segít a... Jobb lesz több pénz, lesz nagyobb investíció, lesz minden az Európa hozza egy vele nagyon-nagyon jobbat, hozza az investíció, hozza új projektet, hozza pénzt, még a munkát. Mai műsorunk vendége volt Darko Antel, akit a beszélgetés kezdetén csak úgy mutattam be, mint egy sokoldalú személyiség, és azt hiszem, hogy most itt a beszélgetés végén önök is meg tudják ezt erősíteni, hogy egy valóban sokoldalú személyiségről van szó, és az élet nagyon sok területén fejti ki hasznos tevékenységét, és hát akkor nem maradt más hátra, mint hogy én megköszönjem önnek, hogy eljött ide ma hozzánk, és hogy további sok sikert kívánjak valamennyi azon területen, ahol ön a tevékenységeit kifejti.